Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig az új Samsung Galaxy Note 3-at, illetve a Sony Xperia Z-t láthatjátok egymás mellett. Kettő készülékben közös tulajdonság a Full HD kijelző, azonban elég nagy a méret különbség, amit látunk, hiszen az Xperia Z 5-szoros kijelzővel rendelkezik, a Galaxy Note 3 pedig 5,7-szoros megjelenítőt kapott. Amit láthatunk, hasonló szélességű igazából a kijelző keret a két oldalt, illetve hasonló magasságú alul, illetve felül is, talán alulról nézve egy picit keskenyebb a kerete a Galaxy Note 3-nak. Egymásra rakva a két készüléket azért látszanak a méretbeli különbségek. Jóval szélesebb, illetve magasabb is a Galaxy Note 3, mint a Sony Xperia Z. Oldalról megnézve látható az Xperia Z üvegborítást kapott, még a középső kerete a Note-nak alumínium. Itt található a bekapcsológom, hangerőszabályzógom, illetve a hangszóró is az Xperia Z-n. Még ez egy kicsit jobban szétszórva helyezkedik el igazából a Galaxy Note-on. Illetve csatlakozókat ugye nem látunk az Z-n, köszönhetően annak, hogy ez egy vízálló telefon, azonban a különböző csatlakozók ugyanúgy szabadon vannak a Galaxy Note-on, hiszen az nem kapott ilyen külön extra védelmet. Hátlapot nézve óriási a különbség, hiszen a Sony egy üveghátlappal álmodta meg az Xperia Z-t, ami nagyon szépen néz ki abban az esetben, hogyha nem új lenyomatos, pillanatnyilag az. Azonban mellette matt felületű, bőrhatású hátlapot kapunk a Galaxy Note-on, ami viszont valójában nem bőr, hanem műanyag, de érződik azért egy picit olyan, mintha bőr lenne, bár ez leginkább csak a feketén érződik, a fehéren és a rózsaszínen érdekes módon annyira nem. Kamera, ami érdekesség még, hiszen mind a kettő 13 megapixeles, illetve vakút kapott természetesen mind a kettő, azonban a Galaxy Note 3 már képes 4K-s videót is rögzíteni, ami azért jelentősebb előrelépés a két készülékben. Android 4.2.2-t, illetve 4.3-at kapunk a készülékeken, a Galaxy Note rendelkezik az újabb verzióval. Természetesen a menürendszer teljesen eltérő, hiszen egy Xperia felületünk van a Sony-nél, vagy Touch Visa a Samsungon. Szóval itt is látszik, hogy Full HD ide, Full HD oda, 7 szóllal nagyobb kijelzőn is több hely van. Ezáltal 4 oszlop helyett 5 oszlop található a Note-on, illetve sorokat nézve viszont ugyanannyi, ugyanúgy 5 sorban helyezkednek el. Kamerát összehasonlítani igazából sok értelme nincs, mert elég nagy különbség van mondhatni a két készülék között, már csak az elérhetőséget nézve is. Itt látható nagyjából a kereső. A különbség már a fekete és teljesen más a két készüléken, az asztalterítő teljesen más árnyalatú, de külön nem tudjuk megállapítani sajnos, hogy melyik a jobb jelen pillanatban még, mert nem tudjuk tesztelni. Ez volt tehát a Sony Xperia Z, illetve a Samsung Galaxy Note 3 okostelefon összehasonlító videója. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!